jelentett. Elmondom, Kertész Imre magyar kultúra-e? Nem tudom, valakinek Ady Endre, az-e, vagy köszönöm, csak Vasalberg? Köszönöm ezt a kérdését, mert ha valaki a 2001-es élet és irodalomnak a december 19-i számát elolvassa, amelyben a Végső kocsma című írás jelent meg Kertész Imre naplójából részletek, az erre választ kap. Kertész Imre azt írja egy helyen, hogy hát nem tudok közösséget vállalni ezzel a szerencsétlen magyar nemzettel, nincsen magyar identitásom. Innentől kezdve mindenki természetesen szabadon dönti el, hogy ő milyennek tartja Kertész Imrét. Ez egy vállalás is kell, hogy legyen? Hogy ne, a magyarság nem faj és nem rassz kérdés, a magyarság sorsvállalás kérdés. Ilyes Gyula fogalmazza meg ezt talán a legkarakteresebben. Nyilvánvaló, tehát, hogy amikor a magyar kultúráról beszélünk, akkor egy olyan múltról beszélünk, egy nép által, egy nemzet által megalkotott múltról, amelyik nem mögöttünk van, hanem a talpunk alatt. A múlt nem mögöttünk van, a múlt alattunk van, azon járunk.